csökkenteni a főváros kerületeinek számát a Magyar Szolidaritás Mozgalom. Szerintük elfogadhatatlan, hogy az alig 2 milliós Budapestnek 23 önkormányzata és egy külön fővárosi közgyűlése van, amelyek fenntartása nem csak, hogy sok 10 milliárdba kerül, de nehezítik a város lakóinak életét is. Balázs és vendége folytatja. Köszönjük szépen, itt ül már velem szemben Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Érdekes felvetés erre. Nem nagyon hallottam az utóbbi időben politikai erőtől, politikai pártól. Miért tartják, ha picit belemegyünk a részletekbe, elfogadhatatlannak a jelenlegi fővárosi önkormányzati rendszer? Ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom az mindig azt nézi, hogy mi az érdeke az embereknek az adott településeken. És hát ugye Budapesten én azt gondoljuk, hogy az érdek, ugye minden városnak az az érdek, hogy működjön. Na most, ahogy most működik, vagy működget a város, az abszolút pártérdek. Egyébként mi azért is mondjuk, hogy lehetőleg az önkormányzati politikában ugye a pártok ne vegyenek részt. Szóval, hogy ahogy most van, ez egy többszintes rendszer. Ugye vannak van 23 kerülete a városnak, hogy ez mind egy-egy kis köztársaság, vagy kis királyság, hát ki hogyan nézi, és akkor van még egy fővárosi közgyűlés is. És itt ezek a szintek egymással, én nem mondom, hogy erre lett kitalálva, de hát maga a rendszerből adódóan, ugye a kerületeknek is vannak érdekei, vannak dolgok, amiben a kerületek is ütköznek, aztán vannak dolgok, amiben a kerületek összessége, a kerületi vezetők összessége ütközik a főváros érdekével. Igen, de ott egyesül, ugye a fővárosi közgyűlésben egyesülnek a kerületek, hiszen hát, azok a polgármesterek ülnek benne a fővárosi hát közgyűlésben, akik vezetik a kerületeket. Így van. Na de hát ugye, amikor 23 útfenntartó cég van, meg 23 vagyongazdálkodó cég van, és a fővárosnak is van egy vagyongazdálkodó cége, tehát óriási bonyodalmat okoz ez, és egyszerűen nem lehet dolgozni, hogy mondjak pár példát. Jó. New Yorkban, ami a világ 10. vagy 15. legnagyobb gazdasága lenne, és 10-15 millió lakosa van, attól függ, hogy az agglomerációt beszámítjuk-e, 5 kerülettel dolgoznak, 5-tel. Egyébként Berlinben is, ahol 4 millió lakos van, 4 kerület van, és ezek nincsenek külön kerületi közgyűlések, hanem egy közgyűlés van, ott van a főpolgármester, ott vannak a választott vezetők, akik képviselik a különböző területeket, és vezetik a városukat. Ez azt is jelenti, hogy így alakítanák át az önkormányzati rendszert, mondjuk, mint a világ egyik, hanem a legnagyobb metropoliszát, tehát 4-5 kerület lenne mondjuk Budapesten. Hát mit gondolnak erről? Mi azt gondoljuk, hogy érdemes lenne 4-5 kerületre bontani, igazgatási körzetre bontani Budapestet, mert hát így egyszerűbb lenne az egésznek, a olcsóbb, tehát itt több ezer ugye olyan munkahely van, a mi véleményünk szerint, amik feleslegesek. Akár politikailag, akár nem politikailag. És ezek a munkahelyek kikerülnek, ahol érdemben nem folyik munka, akkor egy jóval praktikusabb működés lenne. Hát azért nézzük csak meg, hogy az elmúlt 32 évben Budapesten mi nem történt meg. Ugye nem épült meg a metróvonal Újpalotáig, illetve Békásmegyerig, rozsdajvezetekkel vagyunk tele, és abból csináltunk nagy külföldi látogatottságot, hogy nem újítottuk fel a belvárost, romkocsmákat üzemeltetünk, amik egyébként nagyon hangulatosak, nagyon ötletesek, ezek magánkezdeményezésből alakultak így. No, de hát mégiscsak az a helyzet, hogy a belváros közepe tele van romkocsmákkal, és ezért jönnek ide hozzánk, mert ez egy ilyen érdekes színfoltja Budapestnek. Szóval, hogy én azt gondolom, meg mi azt gondoljuk, ami a politikai közösségünk azt gondolja, hogy ennek véget kell vetni, egy sokkal egyszerűbb működést kell Budapestre, sokkal olcsóbb működést kellene bevezetni, és akkor sokkal jobban lehetne irányítani, fejleszteni a várost. Milyennek kell lennie, ez a következő nagy témakör és kérdés, a budapesti főváros önkormányzatának vagy vezetésének, teljesen függetlenül most éppen hány kerület van, vagy hány nem, az állammal, tehát az éppen regnáló kormányjal, ön ezt hogy látja? Hát mi azt gondoljuk, hogy az önkormányzatoknak a működtetése az arról szól, hogy működjön és szépüljön az adott terület. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen kormányzat van. Az önkormányzatnak, tehát az adott önkormányzatnak ott együtt kell működnie az adott állammal. Teljesen mindegy, hogy milyen színű a városvezetés. És ez egyébként is... a gazdasági részen változtatnak. Ugye most például mondok egy példát, vannak adók, amelyeket ugye önkormányzatok szednek be. Ezen például ezeken a rendszereken, elosztási rendszereken változtatnának ezzel az új
szisztémával, amit hát, felvázolt? Nézze, hogy mondjam, igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy nyilván ugye most Budapestről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy minél több pénzt kell hagyni az önkormányzatoknál, és hogy tudjanak érdemben fejleszteni, és tudják a lakossági igényeket kielégíteni. Tehát több feladatot kell, ugye erős ment egy politikai vita, hogy több feladatot kell az önkormányzatoknál hagyni, vagy kevesebbet? Hát nézze, mi azt gondoljuk, amit lehet helyben megoldani, azt meg kell oldani helyben. Tehát tényleg felesleges mindig óriási állami vízfejet építeni, de én egyébként nem gondolom azt egyébként, hogy feltétlenül az oktatást, meg az egészségügyet, azt feltétlenül mindig ilyen kis, tehát önkormányzati feladat lenne, mert ugye ez egy nagy rendszer, és én azt gondolom, hogy a nagy rendszert azt mégiscsak valahol az államnak kell, az önkormányzatokkal együtt vinni el. Tehát én azt gondolom, hogy mindig a józanészt kell segítségül hívni az ilyen esetekben. Igen, ugye azt láttuk azért 2010 előtt például, hogy mekkora adósságot halmoztak fel az önkormányzatok bizonyos feladatok ellátása miatt, ami hát, hogyha ki kellett nekik is fizetni, fenn kellett tartaniuk. Azt persze, mondta, de ugye nem volt mellette adóbevétel. Hát ugye igen, azért, nem, mindig ilyen, igen, így van, hát meg volt egy válság is ott a 10-es évek végén. Na, szóval visszatérve egy picit arra, hogy azt mondta, hogy a politikát szeretnék száműzni az önkormányzatokból, mégis azért nyilván egy ilyen terv, egy ilyen átalakítás megvalósításához kellenek valamilyen fajta szövetségesek. A Magyar Szolidaritási Mozgalom is végig is egy politikai alakulat. Tudnak-e megnyerni bárkit, vagy maguk mellé állítani bárkit ezekben az ügyekben, pártokat például, még ha ez egy kicsit furán is hangzik, hogyha azt mondjuk, hogy száműznék a politikát? Igen, hát ugye, mi először is a civil szervezetekkel, ugye a helyi civil szervezetekkel kezdtünk együttműködéseket, Budapesten és vidéken is. És egyébként az a politikai közösség, tehát ez a parlamenten kívüli politikai közösség, amiben mi is tartozunk, egy olyan baloldali közösség. Ott a pártok, mert azért is vannak pártok, ott itt belátták, hogy civil alapon kell az önkormányzatokat működtetni, tehát mind a Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy a Vajnai Attila féle munkáspárt, és még egyéb szervezetek is azt mondják, hogy támogatunk benneteket ebben az ügyben. Aztán, hogy milyen szervezetek jönnek még arra rá, hogy felesleges neki kell indulni az önkormányzati választáson, ugye most van erre példa az elmúlt időszakban, azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy például ilyen merész dolgokat csináljunk, hogy átalakítjuk Budapest működését, és egyébként, hogy ne csak Budapestről beszéljek, mi azt gondoljuk, hogy egyébként az is óriási pénzkidobás, hogy Magyarországon az 500 meg pár ezer fős településeknek is külön önkormányzatuk van. Ezt nálunk sokkal-sokkal gazdagabb országban sem így csinálják, hanem bizony összevonnak településeket, és ott közös önkormányzat működteti ezeket. Úgyhogy tehát itt rengeteg a munka, és azok, hogy az ilyen pártoktól független civil szervezetek tudnak ilyen kezdeményezéseket tenni, nekünk nincsenek ilyen pártérdekeink. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket az ötlettel kapcsolatban. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget.